Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és azzal kezdjük, hogy az anyatej minden cseppje kincs, ez valóban azt jelenti, nincs olyan kevés anyatej, amiért ne érné meg erőfeszítéseket tenni. Az erőfeszítések pedig, bár nem ismerem a sportoló hölgy nevét, de azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen tényleg bárhol, bármikor lehet szoptatni. Ezzel nem nyilvános szoptatásra buzdítok, hanem azt gondolom, hogy a szoptatással a babánk étkezési igényét elégítjük ki, tehát találjuk meg a helyet, hogy ő ott tegyen, ahol tud. Tudni kell, hogy úgy látom, elég sok várandós anyuka is van, tehát a cseppekben megjelenő első anyatejek, amik mutatkoznak a várandóság idején, azok már azt jelzik, hogy lehet, hogy lesz anyatej, de akinek nem mutatkozik, az se ijedjen meg, mert nem azt jelenti, hogy ez csak a jelzője. Ilyenkor felkészülünk, ahogy mondták a kollégák, hogy felkészülünk szülésfelkészítő tanfolyamokon és más információs helyeken, a védőnőktől információt szerez minden kismama arról, hogy hogyan is zajlik ez, milyen élettani, anatómiai események zajlanak a szervezetükben. Nem mellesleg jó, ha beszélgetünk más tapasztalt anyukákkal, mert nagyon sokszor ők tudják azokat az információkat megadni, amik szintén nagyon fontosak az első idők sikeréhez. A szülés után, ezt biztosan sokan tudják, de hát ha másoknak lesz ez új információ, az első cseppek szinte az első anyatejjel érnek fel. Olyan különleges tartalma van az első pár csepp anyatejnek, úgyhogy ezt legideálisabb esetben a szülés után 2 órán belül megkapja minden baba, de azt is érdemes tudni, ha nem 2 órán belül, mindenképpen, amikor legelőször megkapja, az neki különleges értékű. Anyatej immunanyagokkal teli, tehát valóban nagy értéke van. Másrészt lehet, hogy nem mérhető, nem a mennyiség. Itt az a lényeg, hogy akár ez az evőkanálnyi mennyiségű anyatej, ez különleges értéket hordoz mindenkinek. A szülés után közvetlenül, szintén a cseppekről beszélünk, kevés anyatej van, ez a kolostrum vagy átmeneti tej. Ez a tej az, amit a babák kapnak, körülbelül az első 36 órában termelődik ez. Ezt a kórházban töltött idő. Ez azt jelenti, hogy az idő alatt a babának egyre növekvő, de kis mennyiségű anyatejet tudunk biztosítani, amíg szoptatunk. A szoptatás, ilyenkor azt kell inkább megtanulni, hogyan kerüljünk egyre közelebb a kisbabához, hogyan adjunk meg neki azt a testi közelséget, és megfigyeljük hát az alatt a 3 nap alatt, hogy milyen egyéniségű gyereket kaptunk, mert hogy minden gyerek már egyéniség vannak. Csámcsogva, hatalmasakat nyelő, itt igazán étkes babák vannak, lassan, lustán szopó, vannak nyugodt, békés babák, tehát sokféle gyerek van, és ideális a kórházban arra figyelni, hogy akkor szoptassunk, amikor éppen éber időszaka van. Aluszékonyak az első, hát tulajdonképpen a 2. napon legaluszékonyabbak, de akkor is egy felszínes alvás időben föl kell őket ébreszteni és megkínálni anyatejje, hogy hajlandóak legyenek és megkóstolják az első pár kortyot. Amikor hazaérünk, az otthonban töltött első időszak az én jelenlegi tapasztalatom szerint az egyik legnehezebb. Az első 10-14 nap. Ezt azért is mondom, egy mai tapasztalat, 1 hetes kisbabával ma keresett meg egy anyuka először telefonon, aztán személyesen is kiderítettük, hogy milyen nehézségei vannak. A nehézség abból adódott, hogy hogyan tegyük helyesen merre a babát, tehát mindenkinek azt ajánlom, hogy figyelje meg, nézze meg, hogy mit tud tenni a babánál. A pozíciók az különböző is lehet, hiszen tudja, aki már egy picikét bele tanult, hogy van bölcsőtartás, van hónajtartás, ebben a mai esetben speciál egy hónajtartásban kellett elkezdenünk egy szoptatást, és utána visszatérhettünk. Ebben az a lényeges, hogy addig a baba egész nap csak sírt. Amikor behozták, éppen nem sírt, és a síró baba rácsodálkozott anyára, fölnézett, békésen szopizott. Az, hogy ő szopizott, láthattuk a hatékony szoptatás jelét. Ezt érdemes tudni, hogy amikor oda simul a baba, ráharap a mellbimbóra, egy idő után szépen látjuk a kis tokáján, hogy mozog, és a kis fülén, hogy nyel nagyokat.
Tehát ha hatékonyan szív, akkor bizony ő megelégedetté válik, eltelik az arcán egy kis belső mosoly, megindulnak a bélműködései, tehát a gyereken is látszik, plusz az édesanyán is egy nagy nyugalom, hiszen a szoptatás ideje alatt termelődő hormonok nagyon sok nyugtató hatást adnak az anyukáknak. Hát különösen most látom, elég sok olyan édesanya van egyébként a területemen is, sok helyen, akik ugye a nyüzsgő életből hirtelen belekerültek a szoptatás nehézségébe, és nehezen tudják ezt az alkalmazkodást ők maguk is megélni. A legtöbb kérdés a csecsemő fejlődéséről, hogy vajon eleget evette a baba. Azt gondolom, hogy mi inkább a természetes eredményeket figyeljük, nem feltétlenül a súlyt. Egy egészséges, hatékonyan, jól szopó babánál azt kell nézni, 3 óránként eszik-e, élénk-e, van-e elegendő kakispis és pelenkája, és a fejlődését heti 1-szer méregetjük. Tehát szabad, nem szükséges minden szopást mérni, hiszen minden egyes evés más és más alkalmat jelent. Hogy azt onnan tudjuk, hogy éhes-e. Ez a mai kisbaba szintén egy ilyet mutatott nekünk, hogy elkapta a kis kezét és folyamatosan rágta. És igen, érdemes odaadni neki. A legtöbb baba nem ordítással, sírással jelzi, hanem már előtte cuppogó mozgással, kereső tekintettel azt, hogy szüksége van egy kis kajára. Az anyuka egy körülbelül 2 hét alatt ráérez, hogy hogyan kell, melyik jelzést kell komolyan venni, mi az, amikor megdédelgetjük, megsimogatjuk, és mondanám, hogy ajánlom most is, látom, itt több hordozós baba van, de később is, hogy sokat vegyük ölbe. Az első 6 hónapban nem lehet őket elkényeztetni. Az az időszak az, amikor még visszaemlékeznek a magzati korra, amikor egész nap anya sétált, járkált, hintázott a hasban, a magzatvíz simogatta, tehát olyan sok érzés került hozzájuk, amiből ők most kiszakadtak, ahogy a 2 leányzó ezelőbb elmondta. Úgyhogy ezeket nekünk figyelembe kell venni, és akár hordozással, akár öleléssel, simogatással ezt is kell pótolni. Tulajdonképpen erre gondoltam a tudomány és ösztönök esetében, hogy egyik dolog tudni, hogy mi az anyatej összetétele, és hány millilitert, hány grammot kell a gyereknek enni, de ennél fontosabb, hogy mélyen az anyai ösztönökre hallgasson az édesanyja, és ha úgy látja, akkor igenis etesse meg, mindegy hány óra van. És itt vettük a baba igénye szerinti szoptatást. A baba igénye az valóban a baba igénye legyen. Tehát nem az édesanyja, hanem a baba igényét figyeljük. Ez körülbelül egy olyan 3-4 hét alatt beáll, és onnantól már van benne bizonyos rendszer, és ez csak a fejlődési ugrás időszakai szokták megváltoztatni. A szoptató édesanyja táplálkozásáról szeretnék pár szót mondani, ami azt jelenti, hogy a túlzásokba esnek sokan, és amit megfigyeltünk, hogy 2 véglet létezik, vagy nem kíván semmit enni az édesanyja, és tényleg valóban szinte délután 1 órakor jutnak eszükbe, hogy esetleg evett valamit, nem is kívánnak, aki a szoptatás vagy a terhesség alatt evett jól, annak nem biztos, hogy van étvágy a szülés után. A másik véglet, aki nagyon szívesen eszik, és úgy érzi, hogy na most felszabadult a terhesség idején diétás tanácsok alól, és most aztán nagyon jó étvágya leszik. Úgy gondolom, itt a mértékletességet kell megtalálni, a középutat, és olyasmit enni, amivel mindenkinek jó. Hozzáteszem, hogy például a köménymagos leves egy jó dolog. Tehát, ha valaki szívesen eszi, egye a köménymag olajjal serkenti a tejtermelést, vagy ahogy szoktuk mondani, a vitaminoknál az A-vitamin egyértelműen mirigyvédő vitamin, tehát egy sárgarépa, sárgabarac, sütőtök, ami sárga színű növények, azokat eszi az édesanyja, akkor azt igenis, hogy a tejtermelés segíti. Amit viszont érdemes figyelni, hogy mi az, amit lehetőleg nem, a puffasztó nehéz ételek, és én annyit szoktam kérni más anyukáktól is, hogy ha úgy érzik, hogy valami étel gyanúba keveredik a szoptatás ideje alatt, azt hagyják ki 1 hétig, utána újra kísérjék meg megenni, mert lehet, hogy nem az volt a hibás. De mindenképpen azt, amitől a anyuka puffad, azt hagyja ki, mert akkor szinte biztosan a baba is puffadni fog.
ez egy fontos. A gyümölcsöknél gyümölcsöket is szabad enni, ezt is megfigyelve, hogy a babára milyen hatással van, de a gyümölcslénél ennyit szoktam kérni, hogy a szűrt gyümölcslé kevesebb problémát okoz, mint a rostos levek. Tehát szűrt gyümölcslé inkább. A tejfogyasztásra pedig az is kérdés szokott lenni, akkor napi fél liter tejben szoktuk korlátozni a tejfogyasztást. Ez körülbelül ezzel nem csinálunk gondot, annál több esetleg fehérje túltengést okoz a babánál. A tejre visszatérve viszont annyit érdemes tudni, hogy aki étvágytalan, nagyon étvágytalan édesanya, az egy szelet vajas sajtos kenyér és egy pohár tejjel a napi minimum fehérjét már fedezi önmagának. Tehát ezt érdemes tudni, mert ha mellette ő tejákat, vizet iszik, vagy folyadékot fogyaszt, már akkor is a minimumot bevitte. A folyadékról annyit kell tudni az anyukáknak, hogy a folyadékbevitelnek egy fontos dolga van, egy liternél kevesebb ne legyen, mert akkor már a keringővér mennyisége csökken, és már is a tejtermelés lecsökken. Tehát egy liternél mindenképpen több legyen, ideálisan 2,5-3 liter folyadék, de nem kell 7 liter. Ma hallottam egy ilyet, és 7 liter folyadéktól sem lesz több a anyatejünk, mert a keringővér. Tehát egy olyan 2-3 liter az ideális, ebből szoptatós teja 1 liternyi legyen. Ugyanis annál többet fogyaszt az édesanyja, akkor megmozgatja anyukának és a babának is a bélrendszerét, tehát erre figyelni érdemes. Viszont nagyon jók a szoptatós teják, tehát ez a laktoherb, titolak teja, a vitaminbevitelre még többféle ilyen vitaminos ital van, mert ilyenkor tudni érdemes, hogy ez kifelé árad az összes tápanyag az anyából, tehát ahhoz, hogy ő jól bírja magát, fontos ezeket pótolni. Mi a teendő, ha túl sok tej termelődik? Hát a túl sok tej termelődés az első pár napban teljesen természetes, mert ugye össze kell hangolódni anyának, babának, tejtermelésnek. Ilyenkor szoktuk ajánlani, hogy fogyasszák le, tegyék el saját maguk számára. Halkan mondom, több éves tapasztalat, akinek van lefagyasztató anyateje, lesz később is teje. Tehát ez egy nagyon jó dolog, úgy gondolom. De akinek bőséges anyateje van, az az anyatejgyűjtő állomáson leadhatja. 60 városában van anyatejgyűjtő állomás, és én azt szoktam kérni, hogy aki teheti, adjon anyatejet, mert bár a végén van, de ott van, hogy jó kapni, és megéri adni. Kapni jó annak az édesanyának, aki sikertelen, vagy bármilyen betegség miatt nem tud szoptatni, neki a társadalombiztosítás ingyenesen biztosítja a lehetőségek szerint. Viszont aki tejet ad, az jelen pillanatban 1800 forintot kap literéért, de szeptembertől 2700 forint lesz legalábbis a hírek szerint a 1 liter anyatejnek az ára. Ezen túl viszont ott van az a része, hogy egy olyan babának segítünk, akár napi 2 deci tejjel, ami nekünk fölösleg, viszont egy másik gyereknek az pontosan egy fél napi adagja. Az anyatejet, erről most nem is szeretnék sokkal többet beszélni, hogy milyen fejési módszerrel, meg hogyan történik ennek a tejnek a vétele. Ami fontos, ha valakinek van anyateje, amit szeretne továbbítani, akkor a kolléganők elmondják a anyatejgyűjtő állomáson, hogy milyen vizsgálatok alapján lehet, elmondják, hogy milyen higiéniai szabályokat kell betartani, és hogyan tárolják. Tehát ez inkább azt gondolom, hogy egy fontos tényező, hogy tudjuk, hogy minden csepp anyatejét megdolgozunk, de akad olyan helyzet, akad olyan élethelyzet, amikor az embernek nehézsége támad, és azt gondolom, hogy már majdnem a végén vagyunk az előadásnak, elmondom, hogy a legfontosabb az anyanyugalma minden esetben. Tehát lehet itt nagyon jó élettani folyamatokat felvázolni. Mondhatjuk, hogy az anyák 98%-a képes szoptatni, viszont ha van egy feszült élethelyzetben, nehezen viseli, hogy most nem ő szabályozza a napjait, akkor bizony csökkenhet a tejtermelés. Tehát mindig azt mondjuk, hogy az anya az a fő pont, akit segíteni és támogatni kell. És hát lassan ezzel fejezném be, hogy egy csecsemő életében minden nap a szoptatás világnapja. Neki minden nap az a csoda, amit az anyukája tud adni. És köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.